Nagy tisztelettel köszöntöm a tulajdonos és üzemeltető Karcagi Református Egyházközség presbitériuma nevében a déli temető új ravatalozója átadásán megjelent kedves vendégeinket. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm F. Kovács Sándor urat, térségünk és városunk országgyűlési képviselőjét. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm Szele király Andrea asszonyt, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal, Karcagi járási hivatalának hivatalvezetőjét és dr. Lévai Olga hivatalvezető helyettes asszonyt. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm Szepesi Tibor urat, Karcag város polgármesterét. Szeretettel köszöntöm Karcag város alpolgármestereit, Sári Kovács Szilvia asszonyt és Gyurcsák János urat. Szeretettel köszöntöm Karcag város képviselő testületének tagjait. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm főtisztelendő Veres Zoltán plébános, címzetes esperes urat. Szeretettel köszöntöm a fenntartó Karcagi Református Egyházközség presbitériumának elnökségét, nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes és Szentesi Lajos főgondnok urakat. És szeretettel köszöntöm a Református Egyházközség presbitériumának tagjait. Szeretettel köszöntöm a Dola Generál Építő Kft. Képviselőit, az írott és elektronikus média jelenlévő képviselőit, és mindenkit, aki jelenlétével megtisztelt bennünket. Külön köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Az alapkő letétele óta eltelt 17 hónapban sok minden történt itt a déli temetőnkben. Az egész város, de a távolabbról érkezettek szeme előtt nőtt ki a ravatalozónk a földből. Azt mindannyian érzékeltük az elmúlt hónapokban, hogy nagy munka volt megépíteni az épületeket úgy, hogy közben működött a temető. De az eredmény, ha lehet ilyet mondani egy ravatalozóról, szemed gyönyörködtető lett. Most felkérem esperes urat, hogy a fenntartó egyházközség nevében mondja el köszöntő beszédét és beszámolóját az előkészítő és a kiviteli munkákról, a lényeges adatokról, amelyek érzékeltetik, hogy milyen épülettel lett gazdagabb az egyházközségünk és városunk. Igen, tisztelt vendégeink, szeretettel köszönöm meg, hogy gyülekezetünk és városunk életében nagy jelentőségű ravatalozó átadási alkalmunkra a meghívásunkat, amit kiküldtünk, szeretettel elfogadták és meg is jelentek. Néhány gondolat, mielőtt beszámolómat elmondanám, általánosságban egy korszerű, modern ravatalozóhoz a temetőben úgy gondoljuk, mindannyiunknak jogunk van. Alapvető elvárása a lakosságnak, hogy legyen egy hely, ahol méltó módon megemlékezhet azokról, akik már nem lehetnek velük. Erre a 2000-től hatályos, ide vonatkozó temetői törvény úgy reflektált, hogy ravatalozót a temetői infrastruktúra kötelező elemének tekinti. Azt gondolnánk, hogy ez mindig is így volt. Pedig nem régóta lett általánossá, hogy nem otthon, a családi hajlékban, hanem a temető területén belül történik meg a felravatalozás. Évszázadokon keresztül ugyanis a legbensőségesebb családi magánügy volt a szeretett családtagok felkészítése az utolsó földi útra. A keresztény élet Magyarországon hasonlóan a nyugat-európai példákhoz
A templom körül alakultak ki az első temetők, és a templomok lettek az első nem otthoni ravatalozási helyek. Igaz, csak közvetlenül a temetési szertartás idejére. Erre utal a templomainkban az úgynevezett cinterem, ami a latin cömeterium, azaz nyugvóhely szóból került át, a magyarokra jellemző bájos áthallással és magyarázással. A cömeteriumból így lett cinterem, és ennél már csak egy lépés van, hogy hallottam már templomot úgy bemutatni, hogy íme itt van a címterem, és hozzá is tették, hogy mert itt van a nemesi patrónusoknak a címere, valamikor itt volt. Természetesen önök most már nagyon jól tudják, meg a televíziót figyelők is, hogy a címterem a templomnak azon része, ahol fölravatalozták a halottakat a temetési szertartás idejére. Később tehát, ahogy a növekedett a lakosság, úgy volt igény egyre inkább arra, és szűkült be a templom tere és a templom körüli udvar, amit megint csak címteremnek neveztek, arra, hogy a temetéseket meg tudják tartani. Ezért fölmerült az az igény, hogy a településektől távol, legfeljebb a települések határában jöjjenek létre a temetők, és ott legyen később majd lehetőség arra, hogy fölravatalozzák az elhunytakat. Annyira nem régi dolog ez, hogy a 18. század végére, közelebbről 1782-re és 1786-ra tehető az első törvényi szabályozása a temetők létrehozásának és a temetőben való ravatalozásnak. Ezt II. József a Kalapos királynak nevezett uralkodó tette meg. Ezért van, hogyha megnézik a történelmét a városunknak, hogy az 1700-as évek második felében, pontosabban annak a vége felé alapították azokat a temetőket, amiket mi most ismerünk. 1760-as, 1780-as években az ősi déli temetőt, az valóban 1780-ban alapították, mégpedig a mai Jókai út végén azt már belakta a város. Ezt a mostani temetőt 1828-ban alakították ki. De hogy erre az időszakra jellemző, hogy 1806-ban a városban létrehozták éppen ennek a II. Józsefi rendeletnek, szabályozásnak megfelelően a temető csősz, ma így mondjuk, hogy temető gondnok munkát végző szolgálatát, feladatát. Tehát a 18. század vége és a 19. század, amikor a ma ismert temetői kultúra, ami a város határában vagy azon túl létrehoz egy temetőt, és már ott is engedi a ravatalozást, illetve a prédikáció, illetve a mise megtartását, ez kialakult. Ehhez képest még 100 évnek kellett eltelni, hogy elinduljon a ravatalozók kiépítésének a rendszere. Miért? Azért, mert az emberek nagyon ragaszkodtak a hagyományaikhoz, az otthoni ravatalozáshoz és a templomhoz. Nagyon nehezen álltak arra rá, hogy nem a családi háznál kell elbúcsúzni az elhunytól. Úgy érezték tiszteletlenség, úgy érezték, hogy nem ez jár annak, aki egész életében abban a házban élt. Jellemző adat, hogy a mi karcagi első